Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, kedves klubtársak! A Mecsekszalon kiállításának megnyitójára, másodra mutatójának megnyitójára gyűjtünk össze, és mint ahogy ez lenni szokott májusban, pénteken két nagyon nagy veszély van egy megnyitónál. Ha jó idő van, mindenki elhúz a Balatonra vagy valami szabad helyre, ha rossz idő van, akkor meg otthon marad, mert esik az eső. Úgyhogy akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves klubtársak, és még egy-két hozzátartozónk van, akit szintén szeretettel köszöntök, de úgy látom, hogy akkor örömmel látom, hogy van olyan, aki nem a fotóklub tagja, tehát a vendégeinket is. Ja, most, hogyha sokat beszélnék, akkor nagyon rossz lenne. Mecsekszalon, ti mind tudjátok, önöknek meg akkor néhány szót. A Mecsekszalon úgy jött létre, hogy a jubileumi 5 évenkénti kiállításaink után hiány érzetünk volt, hogy hát úgy bemutatkozni, hogy szoktunk a 5-10 évenkénti kiállításokon, legyen évente egy ilyen bemutatkozás, és akkor a Mecsekszalont elindítottuk útjára, ahova minden mecseki fotóklub tagnak joga van képet beadni, és egy idő után a limitek miatt, a mennyiségi problémák miatt zsűrizésre is sor került. Úgyhogy most már zsűrizett anyagot állítunk ki minden évben, október-november környékén először a mecseki fotóklub galériájában, utána pedig jellemzően február és május között itt a Tudásközpontban, és utána járja a világot a klub kollekciók. Hát annyit még azért hozzáteszek itt, akik ismerik, úgy is tudják, akik nem sejtik, hogy a Mecseki Fotóklubnak a 20-30 aktív tagja és a 10-20 passzív tagja mind különböző személyiség, fotográfusként is. Így aztán egy homogén kiállítást nem is szeretnénk, és nem is lehetne ebből az anyagból várni. Tehát itt most mindenkinek az a feladata, hogy a kiállító 28 fotográfusnak a személyiségét próbálja megfejteni a képeink keresztül. A anyag tehát vegyes, de amit észrevettem az elmúlt években, hogy egyre többen fényképezünk fekete-fehér képeket is, úgy, mint a 1950-60-70-es években, akkor technikai adottság volt, most meg esztétikai kényszert érzünk a fekete-fehér súlyának növelésére, úgyhogy ezen a kiállításon is úgy számolhatjuk, hogy körülbelül a fele már fekete-fehér, de ez semmit nem jelent, csak egy megállapítás. Gratulálok kedves klubtársaimnak, és kívánom a vendégeknek, hogy élvezzék a kiállítást. Ezzel a Mecsekszalon itteni bemutatóját megnyitom.